Itt Szekszárdon fogták el az egyik már régóta keresett férfit a rendőrök. Egy rutin ellenőrzés során állították meg a kocsiját. Ekkor derült ki, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől. Ezért őt előállították a rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki az által elkövetett bűncselekmény miatt. De nem ez volt az egyetlen hasonló eset, csak hétfőn 5 embert kellett előállítaniuk a rendőröknek Tolna megyében. Ezek mellett egy férfit a börtönbe is be kellett vinniük, mert ő bár kötelezve lett, mégsem vonult be. További 2 személyt fogtak el, akik szintén bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak, illetve ők közülük volt 2 olyan személy is, aki nem fizette meg az által a részére kiszabott bírságot, ezért őket szintén fogdába szállították. További 2 férfit pedig eltiltás hatálya alatt vezetés miatt állítottak elő. Közülük az egyik ráadásul egy olyan kocsit használt, aminek egyik papírja sem volt rendben.